nagy öröm számunkra, hogy a rendőrség tárgyi feltételei javulnak, és azt a magas színvonalú szakmai munkát, amelyet már megszoktunk, és az életünk részeként szinte mindennaposnak tekintünk, ezt még magasabb színvonalon fogják tudni ellátni. Azt gondolom, hogy a biztonságos közlekedés a szolgálatot végzők számára is egy fontos dolog. A 2014-es közbeszerzésnek köszönhetően 35 darab gépjármű fog érkezni Veszprém megyében. Ebből 26 gépjármű érkezett már meg, és a többi gépjárművet még folyamatosan május végéig érkeznek meg. Év elején összesen 35 darab új szolgálati gépjármű érkezik, áll rendszerben. Belső kialakításukban rendőrségi célra készültek, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a kollégáim 12 órás, 24 órás szolgálatokat látnak el ezekben a gépjárművekben. Azok a kollégák, akik használni fogják majd őket, speciális képzésben is részesülnek, hiszen plusz tulajdonságokkal is rendelkeznek ezek a gépjárművek, vagy legalábbis egy hányaduk. Ezek már modernebb konstrukciók, a modern technikának megfelelő TSI motorokkal vannak felszerelve, kisebb fogyasztással, illetve van 5 nagyobb teljesítményű gépjárműnk, Mercedes B220-as. Saba, gratulálok, használjátok őket biztonságosan. Az egységes szemléletet vettük figyelembe, tehát igazából a 3 nagy kapitányság kap a nagyobb autókból, de minden kapitányságnak a gépjármű parkját megújítjuk. Tehát minden kapitányság legalább 2 darab új gépjárművet kap. Típusvizsgát kellett tennie a rendőröknek, mielőtt még beülnek a gépjárműbe. Ennek az oka az, hogy ez a gépjármű 184 lóerős, ez erősnek minősül, illetve automata váltóval vannak, és ideig a rendőrségi rendszerben nem volt automata gépjármű beállítva. Nagyobb nyomatékot képvisel, ami a napi munkánk során jelentősen megkönnyíti a feladatellátásunkat. Ez hadsebességes, az eddig használt járműveinkről ez nem volt elmondható. Multifunkcionális kormánnyal rendelkezik, GPS készüléket is lehet telepíteni a gépjárműbe, ami feladatunk állítása során nagyon hasznos. Több helyre kell mennünk, több városba, az ország bármely területén, és hogyha egy ilyen készülékkel rendelkezünk, akkor mindenféle probléma nélkül bárhova el tudunk jutni. Igazából nem csak ez a fejlesztés, hanem az elmúlt évi fejlesztésekkel együtt megújult a gépjármű parkunk 90-95%-a. Tehát ha most végignézünk, akkor maximum 1-2 éves autók vannak, és van elvétve 1-2 ilyen régebbi típus, ami még a leasingelési időszak előtti gépjárművek. 2 Opel Caddy fog érkezni helyszínelő autónak, illetve egy Mercedes Sprinter, ami bűnügyi helyszínelő autó lesz. Igazából a Skoda Octavia, az pedig baleseti helyszínelő autónak érkezett már meg. Ez a gépjármű egy Skoda Octavia típusú jármű, 1.4 TFSI motorral felszereltve, 150 lóerőt képvisel, hadsebességes. Ez egy nagy pozitívum a járműben. Úgy gondolom, hogy 180-200-al mindenféle erőfeszítés nélkül lehetne közlekedni a járművel. Ezt lehetővé teszi az, hogyha olyan szabálysértés, bűncselekményt vagy esetleg valami rendkívüli esemény érkezik a rendőrségre, vagy a rendőr tapasztal, amely indokoltá teszi a megkülönböztető jelzés használatát. 2 választási lehetőség van. Van, amikor csak a fényjelzés van, és van olyan, amikor fény és hangjelzés működik egyszerre. A gépjármű elején látható egy első megkülönböztető jelzés, ami villogó fény bocsát ki. Ez egy plusz dolog, ami észlelhetőbbé teszi a járőrautónak az érkezését. Ez a jármű tárgyas csomagtérrel rendelkezik, amely jelentősen megkönnyíti a napi szolgálateljesítés során szükséges speciális eszközöknek az elhelyezését, szállítását. Így rendezetten elhelyezhetők benne az eszközök, amely jelentősen megkönnyíti a baleset helyszínére érkező baleset helyszínnek a munkáját.